Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra, kalocsaiak számára, hogy önök ellátogattak ide hozzánk, és a településünket egy kicsit megismerhetik. Nyilván, akik ezen a területen látják el a mindennapos feladatokat, ismerik még jobban is a települést, mint az átlag kalocsaiak. Dr. Filvi Géza polgármester jó szórakozást kívánt a kötetlen programokhoz, majd a kollégákat Mátyus Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója is üdvözölte. A mostani köszöntők után ketté vagy hárommá osztódik a csapat. Az egyik fő csapás irány az az, hogy úgynevezett kulturális programokon lehet részt venni, idegenvezető segítségével fogjátok bejárni Kalocsának azon kulturális nevezetességeit, akár az érsekséget, vagy a Paprika Múzeumot, amelyre méltán büszke ez a város. A Kiskunvíz Kft. Bács-Kiskun vármegye második legnagyobb vízi közmű szolgáltatója, 54 településen majd 180 ezer ember víz és szennyvízellátásáért felelős. Ezt a munkát közel 310 ember valósítja meg, és 11. éve vagyunk együtt, és 11. éve tartjuk fontosnak azt, hogy minden évben egyszer összejöjjünk. Természetesen nem mindenki, mert hát azért a szolgáltatásnak a mai napon is mennie kell, de úgy körülbelül 230-250 ember Bács-Kiskun megye szinte minden tájáról, tehát az északi terület az Dunatetétlen, ahol szolgáltatunk, és egészen le az ország határig, tehát Tompáig. Ezekről a településekről jöttek a dolgozók ide, minden évben más helyszínen tartjuk meg ezt a rendezvényünket, ami gyakorlatilag egy munkaértekezlet, mely tartalmazni fog olyan cég életében fontos tájékoztatókat, ismertetőket, amit a dolgozók itt fognak majd megkapni. A szakmai előadást és a jó ízűen elfogyasztott ebédet követően került sor a sport és a kulturális programokra.